Szeretnénk bejelenteni, hogy Magyarországon élünk, és Magyarország legszebb közmondása, hogy kölcsönkenyér visszajár. Kettő darab mutatványt fognak csinálni a bűnösök, ezt előre kimondhatom. És mindjárt azzal kezdünk, hogy a kedden, szerdán, csütörtökön Budapesten jártam, és az RTL klubnál engedélyt kértem egy magyar népmese leforgatására. A magyar népmesét engedélyezték, az ifjú párt fogja válogatni a statisztákat, a videókamera veszi föl, mindenkinek előre szeretném bejelenteni, kérem, úgy csinálják a népmesének a forgatását, hogy ez szerdától látható lesz a YouTube-on. Úgyhogy megkérem akkor a követke nyugodtan foglalnak helyet, mindenki itt lesz középen bemutatva a mese. Ennek a mesének 7, azaz 7 szereplője lesz. 7 szereplője lesz. Az ifjú pár mondja a nevet, aki meghallja a nevét, jöjjön ide kis székkel együtt. Szükségünk van egy apukára. Egy fiú. Egy apuka, így van. Robert! Szükségünk van egy anyukára! Szükségünk van egy anyukára! Egy anyukára van szükségünk! Akkor a csizmák címelt kérdezik! Téna, gyere részre! Gyere kábára, székkel együtt! Jó van, akkor a Detti! Detti! Székkel együtt kérlek szépen, pár egy ilyen! Van egy keresztapára! Csizmár Robert! Látom, hogy nagyon szeretnék el! Itt van egy kereszt anyára! Itt van egy papra! Itt vagyok! Gábor a gyermek! Zsolt legyen a pap! Zsolt! Azt hittem megúsztam! Igen, akkor ismételjük! Van egy apuka! Apuka kerge föl! Na, anyuka! Jó van! Van egy bába! Van egy keresztapa! Ez az én utolom! Keresztapa nincsen még! Te vagyok keresztapa! Doktor Leon! Nem székfoglalás van, hanem mindenki a saját székére ül. Jogi, tehát körbeszalad, leül a székére. A kérésem a kedves vendégek részére, aki meglátja elhangzott hangot, hogy például apuka, anyuka, nem ugrott fel, nem szalad körbe, önöknek az a dolga, fordítsanak rá, hogy ugorj fel és körbeszalad. Itt még pedig fogjuk figyelni, tehát kérem mindenki szívvel lélekkel csináljon. Volt egyszer egy faluska, melyek összesen 6 lakosa volt. Ebben a faluban mindenki ismert egymást. Természetesen tényleg egymást. Történt ez a dolog megesett, az anyuka teherbe esett. Türelmetlenül várták a bóját, aki a gyermek kívül tudatlan. Az apuka, az anyuka, már nagyon régóta szerettek volna a gyereket. Gyereket! Gyereket! Nagyik apuka, már jól a gyermek születés előtt, az elmesélte mindent a pártával. Eljött a rajta. Az anyuka már reggel korán úgy érezte, hogy mindjárt megszületik a gyermek. De a gyermek nagyon egész, látom a kamára. Gyorsabb kiáltott anyuka az apukára. Mi a gyermek? Kívánc! Nagyon szép gyermek!
Nem vagy egy kapcsolatban. Az a csodálatos gyerek. A máma harca sugárzott az övöktől, aki megkívott a nagygyermeket. Hogy inkább a jó gyerekkapni? És örült, hogy a szülés rendben lezajlott. Oh, man.
Hát most a gyerekeket alkoholizmus sem nevelni. Hát most a gyerekeket adjon be neki még egy ilyen bírja. Segítőben már macsor? Elég volt mindenkinek?